Továbbra is össze-vissza beszél a baloldal a tervezett olajembargóról. Erről az M1 által megkérdezett elemző beszélt. A napokban több baloldali politikust is megkérdeztek az újságírók a tervezett szankciókról, de a többségük nem akart nyilatkozni, vagy azt mondta, nincs véleménye az embargóról. Az elemző szerint a tanácstalanságnak az lehet az oka, hogy a választási vereség után még nem döntötték el, hogy továbbra is Brüsszelnek akarjanak-e megfelelni, vagy sem. A baloldali pártok most keresik a hangjukat. Nincs összhang a baloldalon az olajembargó ügyében. Erről Nagy Ervin elemző beszélt az M1-en, miután a baloldali pártok napok óta nem alakítottak ki egységes álláspontot az embargóról. My final point, number five. On sanctions is oil. Az Európai Bizottság elnöke május elején jelentette be, Brüsszel megtiltaná a tagállamoknak, hogy orosz kőolajat vegyenek. Az M1 ezután több baloldali politikust is megkérdezett, hogy megtudja, mi az álláspontjuk a szankciókról. Tervezett olajembargók önszemély szerint támogatja azokat, vagy sem? A Momentumos Orosz Anna azt mondta, nem nyilatkozik az ügyben. Elnézést, csak ismételni tudom önmagamat, nem nyilatkozom. A DK országgyűlési képviselője Sebiján Petrovszki László is ugyanezt nyilatkozta. Ugyan nem nyilatkozok erről. Köszönöm. A baloldali politikusok nem nyilatkoztak, vagy pedig, ahogy Tordai Bence és Keresztes László Lóránt is, közös EU-s álláspont kialakítását sürgették az embargóról. Egy közös európai álláspontot kell kialakítani. Az Európai Unió országai törekedjenek arra, hogy egységes szankciós politikát tudjanak végrehajtani. Pécs baloldali polgármestere, aki korábban az energiaszektorban is dolgozott, azt mondta, nem foglalkozott a szankciókkal. Az olajembargóval nem alakította még véleményt ezzel kapcsolatban. A Jobbik EP képviselője Gyöngyösi Márton azt mondta, támogatja a tervezett embargót, mert szerinte a javasolt szankciók jók és hatékonyak. A baloldal korábbi külügyminisztere Balázs Péter is kudarcnak tartaná, ha nem sikerülne elfogadni a hatodik szankciós csomagot. Mindenki érzi, hogy ez egy Damoklesz kardja, itt valamit lépni kellene. Továbbra is össze-vissza beszéd van. Nagy Ervin elemző szerint a választások előtt a baloldal még az olajcsapok elzárását követelte, a választási bukás után viszont tanácstalanok. A többségük nem tudja, mit mondjon az embargóról. A választások után viszont belátva azt, hogy az emberek ellen nem lehet politizálni, a rezsicsökkentés ellen nem lehet felépíteni egy sikeres politikai programot, nagyon úgy tűnik, hogy inkább hallgatnak. Keresik a hangjukat, az biztos, hogy már nem mernek beleállni ilyen kérdésekbe. Ez a javaslat így ebben a formájában felér egy magyar gazdaságra ledobott atombombával. A magyar kormány álláspontja egyértelmű. Orbán Viktor azonnal jelezte, hogy az uniós terv felér egy magyar gazdaságra ledobott atombombával, és súlyosan veszélyeztetné az ország energiaellátását, ezért Magyarország azt nem támogatja, hogy teljes olajembargót vezessenek be Oroszország ellen.